Hölgyeim és uraim, végül, de nem utolsó sorban következzék Oliver Kirste, magasépítőmérnök technikus, aki Németországból érkezett hozzánk, hogy egy innovatív műszaki megoldásról, a faltemperálásról tartson előadást. Schönen guten Tag, Kirste mein Name. Ja. Ich möchte Sie hier zunächst begrüßen zu diesem Forum und bedanke mich sehr für die Einladung von Leier. Es sieht also so aus, ich bin vor 25 Jahren angefangen mit Turisol. Beziehungsweise köszönni, hogy meghívtak engem erre az előadásra, illetve szeretném üdvözölni a jelenlévőket, és hát talán személyemről annyit mondanék, Emeliki Kirstről, hogy 25 év óta foglalkozik már tulajdonképpen olyan építkezésekkel, olyan építőanyagok forgalmazásával, mint például a Durisol. Wir vertreiben also in Deutschland seit 25 Jahren Durisol-Steine oder aber andere Holzbeton-Schalungssteine als Bausatz oder aber auch für Bauherren, die nur den Stein wünschen. Und haben Németországban ezeket az elemeket úgy forgalmazzák, hogy vagy egy építkezésre a komplett összeállított építőanyag csomagot biztosítja Kirste úr a kivitelezők számára, tehát gyakorlatilag minden egy kézből kerül oda, vagy vannak olyan kivitelezők is, akik csak egy adott építőanyagot szeretnének tőle megvásárolni. Und dabei haben wir dann eben unsere speziellen Erfahrungen gemacht, und darüber möchte ich hier berichten. Hát ennek a munkának a során szerzett tapasztalatokról fog Kirste úr nekünk most egy pár dolgot elmesélni. Das Thema lautet ja hier zukunftsweise weisende Lösungen mit Wandtemperierung, was ja auch was anderes ist als Wandheizungen, weil Wandtemperierungen fangen unmerklich an und gehen dann quasi ohne Schalter. Igazából ugye jövőbe mutató megoldások a mai témánk központi eleme, és végső soron, amit Kirste úr szeretne nekünk bemutatni, az egy faltemperálás, ami talán egy jövőbe mutató technológia szintén, ami eltér a fal fűtésektől. Man baut also quasi keinen Schalter ein, sondern lässt das ganze System laufen, vielleicht ab 19 Grad plus. Ezek a fal temperáló berendezések, ezek nem úgy működnek, mint a falfűtés, amit ki kell kapcsolni, be kell kapcsolni, hanem ezek egy folyamatosan működő rendszerek. Ist ein Bedarf da, springt das System an. Ist kein Bedarf da, also sind wir über 19 Grad, bleibt das System einfach aus. Az is megoldás, hogy van benne egy hőrelé, ami azt mondja, hogy a falszerkezetnek a hőmérséklete elérte a 19 fokot, ez egy alapfűtést biztosít, akkor lekapcsol, és hogyha esetleg ez alá megy a falszerkezet hőmérséklete, akkor újra visszakapcsol a rendszer. Es kommt also insgesamt dann auf eine Gebäudehülle an, die nicht nur aus dem Stein besteht, sondern wo auch die anderen Bereiche möglichst effektiv wärmegedämmt sind und ihre Eigenschaften haben, sodass alles insgesamt zusammenpasst, um für uns in Deutschland zum Beispiel ein förderungsfähiges Gebäude zu erhalten. Ahhoz, hogy a dolog működőképes legyen és összhangban legyen az egész épület ezzel a faltemperálási technológiával, ahhoz persze a többi épület elemet, részletet is figyelembe kell venni, és csak így együttesen jöhet ki egy olyan optimális megoldás, amire például Németországban akár állami támogatásban is lehet részesülni. Wie Sie hier sehen, befindet sich Durisol quasi in der Mitte als Schema, weil man kann mit Durisol im Prinzip bauen wie mit einem Stein. Man kann mit Durisol bauen wie mit Stahlbeton. Hát az ábra azt hivatott mutatni, hogy tulajdonképpen a Durisol építőanyag az egy ilyen átfedő területen helyezkedik el a falazott szerkezetek, a vasbeton falszerkezetek között. Mind a két eurókód figyelembe vehető ezeknek az épületeknek a számításánál. Und insofern ist es dann auch so, dass man sich im Prinzip kaum noch Gedanken machen muss, ist mein Bausystem gut genug,
Oder ist es vielleicht zu hochwertig? Baut man mit Durisol, ist im Prinzip alles möglich, bis auf Atomkraftwerke. Tehát a Durisolból tulajdonképpen mindenfajta épületet meg tudunk építeni, azt mondja, készítő, hogy egy kivételt ugye jelen pillanatban, hogy atomerőműveket még nem építettek belőle. Wir haben ja die Aufteilung in Eurocode 6 und Eurocode 2 und da spielt dann auch eine Rolle, dass von der Warte her, was die statische Seite angeht, der Durisolstein uns eben die Möglichkeit eröffnet, gezielt entsprechend höherwertig zu bauen und entsprechend auch Schall- und Wärmedämmmaßnahmen besser durchzuführen. A Durisol építőelemekkel, amik, ahogy említettem már, az Eurocode 6 és 2 szerint egyaránt tervezhetők, méretezhetők, olyan magasabb értéket képviselő szerkezeteket tudunk előállítani, amik nem csak statikailag, de hőtechnikailag és hangtechnikailag is sokkal többet nyújtanak az egyéb hagyományos építőanyagoknál. Bei uns wird überwiegend zunächst die Bodenplatte unterhalb gedämmt. Ich habe es gestern gehört, dass hier nicht unbedingt notwendig ist oder üblich ist, eine Bodenplatte zu bauen, sondern dass eben auch auf Streifenfundamenten die Wände aufgerichtet werden. Kérdezte, azt mondja, hogy a ház az természetesen náluk is az alappal kezdődik, ami eltéréstől viszont kapásról tapasztalt az első beszélgetéseink során az az, hogy amíg nálunk sok esetben sávalapra helyeznek épületet, addig náluk szinte kizárólag csak lapra teszik, betonlapra teszik, amit ráadásul még egy hőszigetelő réteget is tartalmaz, tehát alá beton, alá egy hőszigetelő réteget raknak be, ami egyébként egy üveghab granulátum. Das Dämmen fängt also schon unterhalb der Bodenplatte an. Das kann man durchaus machen mit XPS-Platten oder ähnliche künstliche Stoffe. Tehát az épületnek a szigetelése már az alapnál elkezdődik. Itt nem feltétlenül muszáj az üveghabot használni, hanem lehet XPS, tehát lépésálló expandált lemezekkel is dolgozni. Náluk ez egy elég elterjedt módja a hőszigetelés biztosításának. Wir verwenden also gerne Schaumlaschotter, gerne, bei uns zumindest. Szívesen használják Németországban az üveghabot, mondja Kirsten úr. Und sparen uns aus wirtschaftlichen Gründen dann auch die Streifenfundamente ein, also genau andersrum. Wir bauen eine Bodenplatte, eine Stahlfaserbeton-Bodenplatte, bringen dann da drunter zunächst das Schaumlaschotter und ziehen das Schaumlaschotter 60 cm über den Rand. Na most, amit elmondott, hogy náluk a megfontolás, hogy nem sávalappal kezdik az építkezést, az egy gazdasági megfontolás. Tehát náluk ez így gazdaságosabb. A legelső lépés az, hogy ugye egy ilyen üveghab granulátumot terítenek ki az építési területen, amit megtömörítenek, de úgy terítik a hőszigetelő réteget, hogy körös körbe 60 cm-rel túl nyúlik az épület alaprajzán. Das Material wird in großen LKWs gesendet und sind ungefähr 90 Kubikmeter. Die dann da verteilt werden auf so einer Bodenplatte oder unterhalb so einer Bodenplatte. Und entsprechend wird das dann verdichtet, geglättet, verdichtet und daraufhin kann dann eben die Bodenplatte erstellt werden. Vorteile. Ez az anyag, ez egy viszonylag könnyű anyag, tehát jó nagy mennyiséget, 90 köbméter körül itt említ Hirsze úr, egy teherautó szállítmánnyal helyszínre lehet vinni. Ezt utána viszonylag könnyű elteríteni, kiegyengetik, megtömörítik, és majd erre kerül az igazi beton alaplap. Ja. Bauphysikalisch haben wir Vorteile, weil das Material keine kapilláre Saugwirkung hat. Épületfizikailag nagy előny, hogy ez a fajta üveghab, ez kapilláris hatással nem rendelkezik, tehát a kapillárisok azok megszakadnak benne, nem tudja felszívni a nedvességet a talajból. Verfügt über eine hohe Lastabtragung. Ráadásul ugye egy igen nagy teherelosztó képessége van, tehát magyarán jól terhelhető alap készülhet így. Schmeckt nicht. Ráadásul ugye nem jó az íze,
Ezt azért mondja, mert hát a rágcsálók, a rovarok, stb. Ja. Nem tudnak belemenni, nem tudnak kárt tenni benne. Und es gibt auch keine Fäulnisbildung. És ráadásul még penészképződés ki van zárva ennél az anyagnál. Also im Prinzip der optimale Baustoff für unter dem Gebäude, wo man ja nie wieder dran kommt. Tehát igazából ez egy optimális anyag már csak azért is érdemes ezt választani, hiszen az épület alatt utána már ennek a cserélésre, vagy javítására nincsen lehetőség. Ich habe ein paar Muster mitgebracht, damit Sie sich das, falls Sie das Material noch nicht kennen, einmal anschauen können. Van itt egy pár mintadarabunk is, aki esetleg ez az üveghabban még nem találkozott volna, kézbe is veheti. Jetzt kommt das bei mir erst. Vertauscht. Nochmal weiter. Achso, da ist aber mit Beton zugange. Ja, also, wenn dann der Deckenrand gedämmt ist, die Deckenrandplatten aufgestellt sind und der Baustahl verarbeitet wurde, verwenden wir in der Regel, also jetzt als Beispiel, Stahlfaserbeton. Stahlfaserbeton hat den Vorteil, dass wir entsprechend wesentlich weniger Baustahlressourcen verbauen und insofern über den Stahlfaserbeton eine gleichmäßige Verbreitung der Stahlfasern erhalten, wenn die Konsistenz stimmt. Ami nálunk még elég jellemző, hogy az alaplapba a vasalatot nem szálak és pont hegesztett acélrács formájába visszasítják, hanem egy acélszálas megoldást használnak. Ez a beton megfelelő konzisztencia esetén nagyon megfelelően biztosítja a terhelhetőséget, illetve ezzel még a vas mennyiséget is lehet csökkenteni, amit egyébként be kellene építeni. Lediglich in den stärkere belasteten Teilen, wie zum Beispiel dort, wo eine Mittelwand gesetzt wird, oder im Randbereich des Gebäudes, wo die aufsteigenden Wände aufgesetzt werden, werden Zusatzeisen eingelegt. És ehhez kiegészítő vasalást alkalmaznak azokon a területeken, ahol nagyobb terhelhetőség várható. Ez például az épületnek a körvonalai mentén, ugye, ahol a felmenő falak állnak, illetve a központi, vagy az épületen belül elhelyezett terhordó falak alá kerül kiegészítő vasalat. Ja, also gut geglättet ist die Bodenplatte fertig. No? Na most ez a beton alapot, hogy elkészítették, ugye ezt szintén le kell simítani, meg kell tömöríteni a felületét. Dann ist es sehr wichtig, also uns sehr wichtig, dass das Gebäude von unten her keine kapillare Saugwirkung aufzieht, dass es trocken bleibt. Da erstmal das Schaumlaschott dafür. Das Schaumlaschotter. Der Üveghab hőszigetelés biztosítja azt, hogy nem tud átnedvesedni majd ez a betonlap. Die Bodenplatte mit dem WU-Beton, also wasserundurchlässigen Beton, als Stahlfaserbeton entsprechend. És itt egy olyan beton összetételt használnak, amit náluk egy víz át nem eresztő betonnak titulálnak. Tehát nyilván az olyan beton, ami a megfelelő mennyiségű cement benne van, és így hát egyfajta vízzáró réteget tud képezni az épület alatt. Und zuletzt eben als Aufstrich eine zementgebundene Dichtungsschlemme statt Bitumenpappe. És utána ennek a tetejére egy cementkötésű beton habarcsot tesznek, és nem bitumenes lapokat a szigetelés gyanánt. Ja, dann haben wir direkt. Gehe ich direkt dann weiter. So, beim Anlegen der ersten Steinschicht sind einige Positionen zu beachten, dass man zum Beispiel den Mörtel. Utána, amikor elkezdődik a falaknak az építése, ott bizonyos dolgokat figyelembe kell venni. Az első az, hogy az első sort azt egy betonvakulat ágyba kell tenni. Tehát úgy tudjuk beállítani a pontos szintet. Dass man also den Mörtel aus den Hohlräumen entfernt, denn dort soll Beton rein. Aztán természetesen, hogyha ennek során a betonhabarcsból az üregekbe is kerülne, azt onnan el kell távolítani, hiszen oda egy teherhordó betont kell majd beönteni. Sie sehen auf dem Bild auch die Anschlussbewehrung, die aus der Bodenplatte herauskommt. Most itt látható, már az előző gépeken is megvolt, hogy
a fal rögzítése, jobb rögzítése érdekében ugye ilyen bekötővasakat tettek az alaplemezbe, amik itt hát ugye átnyúlnak az első soron, és ez stabilizálja az épületet. Und auch konzentriert mehrere Eisen als Anschlussbewehrung für eine Säule, die speziell bei diesem Bauvorhaben direkt bis ins Dachgeschoss aufgelaufen ist. És hát a fal első részén látunk egy olyan helyet is, ahol egyszerre több vas van beépítve, illetve hát majd felfelé még folytatódik. Ez arra szolgál, hogy ott egy a statikus egy beton oszlopnak, tartó oszlopnak kialakítását írta elő, és hát azt tudjuk ezzel a vasalattal és majd a később beöntött betonnal elérni. Das Schöne bei dem Bauen mit Durisolstein, mit den Verfüllsteinen, ist eben auch, dass wir Betonsäulen mal eben einschalen können. Also die sind schon quasi fertig in der Wand, man braucht sie nur aufschlitzen. A Durisol elemekkel való építésnél azt mondjuk, az is egy nagyon kedvező dolog, hogy az ilyen felmenő oszlopoknak a kialakítása az viszonylag egyszerű, és hát ahol szükséges, ott ki lehet vágni ezeket az elemeket, és kialakítható egy külső zsaludeszkával egy olyan beton oszlop, amit a statikus előírt. Also eine klassische Säule schalen erübrigt sich in dem Moment. Viele Arbeitsstunden werden eingespart. Das Abschalen mit Spannschlössern, Spanngurten, ähnliches ist eine einfache Geschichte, geht schnell. Ilyen módon, tehát az oszlopnak a hagyományos módon az előállítása, tehát annak a zsalujának az előállítása, összeszerelése, kitöltés, majd utána a zsalunak a lebontása, megtisztítása, az megspórolható ezzel. Ja, mit dem Durisol-System ist es ebenfalls auch möglich, quasi ein Rasterbausystem einzuhalten, damit Innenecken zu bauen und Außenecken. Tehát ez az ábra azt mutatja, hogy a Durisol rendszerrel, egy raster mentén mindenféle kialakítás megoldható, tehát kiszögelések, beszögelések nagyon egyszerűen létrehozhatók egy alapraster mentén. Oder in dem Fall auch wie hier, man sieht es unten, eine Doppelwand als Gebäudetrennwand anzuschließen. A jobb alsó sarokban pedig azt látjuk, hogy két lakás közti elválasztó falgyanánt durizol elemek, illetve közötte egy szigetelő réteg került kialakításra. Ja, so, da haben wir dann die Doppeltrennwand. Itt is látunk egy ilyen két lakás között kialakítandó elválasztó falat. Ohnehin haben wir mit diesem Bausystem im Grunde eine Einmaligkeit, was die Schallabsorption angeht. Ja, ennek az építő rendszernek az egyedi tulajdonsága az, hogy a hangszigetelésben nagyon előnyös. Man braucht ihn nicht kaufen, er ist schon da, der Schallabsorber ist schon im Stein. Tehát nem kell olyan elemekre külön gondolni, vagy beépíteni, amik a hanghullámokat csillapítanák, tompítanák a zajt, hiszen maga az építőanyag olyan, hogy zajcsillapító hatású. Stellen Sie sich einfach mal ein Gebäude vor, 30 Wohnungen, 30 Parteien, 30 Mieter, gebaut aus normalen Stein oder Beton. Wie auch immer kennt man. Egy olyan több lakásos házra gondolunk, ahol akár 30 család is lakik egy nagy tömbbe, és ez egy hagyományos építőanyagból készül, legyen az vászkerámiás vagy betonszerkezetes, vagy akár betonból öntött falakkal. Jede Wette, Sie hören Ihren Nachbarn. Ott bármilyen fogadást tart, hogy a szomszédot mindig halljuk pontosan, mit mond. Na, der eine zieht ein, der andere zieht aus. Akkor vegyük még hozzá, hogy költöznek be, költöznek ki, tehát folyamatos zajhatás van. Wird gebohrt, wird genagelt, wird geklopft und so weiter. Valaki felfúrja a polcot, und valaki képet akar felakasztani, szögeli a falat. Und Sie können nicht orientieren, wo kommt jetzt her, wo wohnt mein neuer Nachbar, der jetzt gerade klopft. És ráadásul az egész épületben ja. Ez úgy hallatszik, hogy a zaj alapján nem is lehet megmondani, hogy honnan jön a zaj, mi a forrása igazából, nem tudom, hogy melyik szomszédom okozza. Bei dem Durisol-Wandaufbau ist das generell total anders. Durisol-Falszerkezet alapvetően másképp viselkedik. Machen Sie sich mal die Freude und schauen Sie sich mal ein Durisol-Haus an, wenn es noch nicht verputzt ist. Gehen mal rein.
Ha alkalmuk adódik, akkor ragadják meg és nézzenek meg egy olyan durizol épületet, ami még nincs levakolva. És oda érdemes bemenni. Rufen, klopfen an der Wand. És hogyha ott az ember egy nagyot kiállt, vagy esetleg megpróbálja valami kemény tárgyal a falat megütögetni, látja a különbséget. Sie werden merken, es gibt kein Hallschall. Hát egy biztos, hogy ott vízhang nem keletkezhet. Ja. Und damit ist Durisol ganz alleine am Markt. És ezt egyedül csak a Durisol tudja a piacon lévő építőanyagok közül. Und das ist der Grund, warum ich zum Beispiel 25 Jahre lang Durisol schon oder ein Holzspanstein in der Art Durisol oder Durisol seit 15 Jahren entsprechend vertreibe. Ez annak az egyik magyarázata, hogy miért tud ő folyamatosan, most már 25 éve, ja. Fa, beton, vagy hát ezen belül Durisol építő elemeket újra és újra eladni az építkezőknek. Wir haben hier jetzt auf dem Bild zu sehen, 2x 17er Wände. Ugye ez egy lakásválasztó fal, ami két 17-es falelem sorból áll. In der Mitte mit der Trittschalldämmplatte, also der Aufbau insgesamt. És középen egy lépésálló szigetelő lap van beépítve. Erstmal den Putz von außen. Aztán ugye jön még egy vakolat is. Die Holzspanschale, erstmal Doppelfunktion, für uns ist es die Schalung, damit der Beton nicht ausläuft, der Stein selbst. Ennél a falazó elemnél ugye a Durisol önmagában egy zsalú funkciót is ellát, tehát elsősorban szolgál, hogy a beépítendő beton az a helyén maradjon. Das Betongitter, 12 cm Beton, dann wieder eine Holzspanschale. 12 cm vastag beton, ez rácsos formában helyezkedik majd el ebben a falszerkezetben, utána megint jön egy fabeton réteg. Dann die Dämmmatte und so weiter, bis wir wieder zum Putz kommen. A szigetelő réteg, és újra ismétlődik a következő falnál ugyanez a sor, majd a végén ugye megint egy vakolat kerül rá. Sind dann 73 dB. Ez 73 dB. Luftschall, und wenn Sie gegenklopfen, hört der Nachbar das nicht. És ugye az ábrán azt próbálta még érzékeltetni, Kirste úr, hogy amíg egy kemény rideg felületen, ugye a kopogtatás az elég élesen vízhangzik, itt egyszerűen csak tompa puffanás, hogyha nekiütünk a falnak valamit. Um das jetzt erstmal rund zu machen, habe ich noch mal ein paar Bilder mitgebracht von Betonagen an Bauten, wie der Beton in die Wand gebracht wird. Most, hogy lekerekítsük a képet, azt mondja Kirste úr, hogy a beton betöltéséről is hozott egy pár képet. Wir geben also vor, dass die Wände geschosshoch gestellt werden, ohne Kleber, ohne Mörtel im Allgemeinen. Tehát azt mondja, hogy általában az építkezési gyakorlat az, hogy akár épület magas falakat összeraknak annélkül, hogy ezeket az elemeket bármi módon össze kellene ragasztani. Für eine Wohnung von 100 Quadratmetern sind das ungefähr als ein Arbeitstag für 5 Leute. Tehát egy 100 négyzetméteres lakás esetében ez egy munkanapot jelent 5 ott dolgozó embernek, és készen van gyakorlatilag a szerkezet. Wenn die erste Schicht angelegt ist, im Vorfeld, ein Tag vorher. Ehhez persze hozzá kell tenni, hogy ez akkor igaz, hogyha az első sort előző nap már ugye abban bizonyos vakolatos ágyba, malteres ágyba elhelyezték, és az már be van állítva. Und Stürze und Kleinteile kommen später, Treppen sind da auch noch nicht dabei. És ugye az áthidaló elemeket, meg egyéb apró kiegészítőket is később illesztik hozzá, és hát természetesen lépcsőket sem rakták még be az alatt, az egy nap alatt. Also ein eingespieltes Team kann, möchte ich meinen, damit schneller bauen, als zum Beispiel ein Mann an der Maschine beim Kalksandsteinbau. De úgy gondolja, hogy egy jól összeszokott csapat sokkal gyorsabban tud ebből építeni, mint például bármilyen más tégla vagy egyéb alapanyagból, vagy kőalapanyagból. Wie das so ist, man muss eben nur wissen, was man tut. Ugye ennek is az a feltétele persze, hogy tudni kell, hogy ezt hogy csinálom, kell hozzá rutin és gyakorlat. Soweit. Also wir zeigen hier, wir fangen an auf dem Bild immer da, wo die tiefsten Öffnungen sind. A betonozást az összeépített falszerkezet esetében mindig ott kell kezdeni, ami a legmélyebb elérhető pont. Tehát ez például ugye a ablakkivágás alatti hely, ablakkáv alatt. Der Beton muss unbedingt flüssig sein, er muss fließen, er muss ein F5 sein, er muss geschmeidig sein. Ez mindenképpen egy F5-ös folyékonyságot mutató betont kell használni, ez a betonnak folyósnak kell lenni,
jól tudjon terülni, hiszen a fal rést azt úgy kell kitörteni, hogy ne maradjon benne légzárvány. Ja. Wobei es dann auch so ist, dass der Beton bei uns gerne in einer höheren Qualität genommen wird. Nicht unbedingt nur als C1620, wie er auch in der Zulassung drin steht, sondern wir verwenden... Das ist ein C1620 Beton Minimum, de azt mondja, náluk azért általában ettől egy jobb, vagy jelentősen jobb betonnal töltik ki ezeket a szerkezeteket. Wir verwenden dann eher einen C2530 08er Korn. Tehát legalább egy C2530-at használnak, aminek 0,8 a maximális szemcseméretet. Und wenn er dann an die Baustelle geliefert werden muss, kommt er oftmals nur als K3 an oder F3 jetzt insofern. Ugye, amikor az építkezésre kiszállítják ezt mixerkocsiban, akkor hát ugye K3-as, F3-as állapotban kerül oda. Aber wenn er in die Wand kommt, muss er flüssig sein. Ich denke mal, da habe ich... Mindenképpen arra gondot kell fordítani, hogy amikor a falba bekerül, oda csak egy jó folyós betont szabad betölteni. Und dann darf man sich auch nicht von Betonfahrern oder von irgendwelchen Pumpenfahrern beeinflussen lassen. Wir sind Chef im Ring und sagen, wie der Beton in die Wand zu kommen hat. És ügyelni kell arra, hogy aki hozza a betont, vagy aki esetleg a betonpumpával jött, és a betonpumpával segít ezt betölteni, azok általában minden nagyon jól tudnak, most nem az ő előírásaik szerint kell dolgozni, hanem azt kell betartani, amit irányelv, hogy egy jó folyós beton kell. Wenn der Beton nicht flüssig ist, wenn er nicht fließfähig ist, kommt er nicht in die Wand. Ugye, ha nem jó a folyási képessége, akkor nem ér el mindenhová a fal szerkezetben. Ja, also wenn er dann eingebracht ist an der tiefsten Stelle, dann, ups, zu weit gerutscht, dann wird am besten die tiefe Stelle abgedeckelt, da hat man schon mal vorbereitet, geschraubt. Ha a legmélyebb ponton feltöltöttük, és egy folyós betonnal töltünk, akkor ez itt terül jobbra-balra a falon belül, de hogyha elértük azt a magasságot, mondjuk az ablak párkány magassága, akkor azt érdemes lezárni. Leszokták zárni általában, tehát valami fajta lapot, lemezt, fából rá erősítenek, rászögelnek, rögzítenek, hogy majd a késő betonozásnál ott ne jöjjön ki a beton. Ja, es wird immer ein Meter rundum eingefüllt. Ein a betonozásra be kell tartani azt, hogy óránként egy méternél többet a beton szintje ezekben a falakban nem emelkedhet. Ebből ugye az következik, hogy elkezdem egy adott ponton, és utána körös körbe megyek, amíg ezt az egy métert mindenhol el nem értem, és majd utána újra az elejétől elkezdem a következő betonozási folyamatot. Dann fangen wir die zweite Lage an, wieder ein Meter, und in der Zwischenzeit hat sich der Beton, den wir zuerst eingebracht haben, schon plastisch etwas verhärtet. Ugye, amire körbeérünk az egyméteres betonnal, az már annyira szilárdul, a plasztikai alak tulajdonsága már úgy változnak, hogy utána már a második egyméteres, egyméter magas réteget rá lehet tölteni a betonból. Also wir haben keinen Betondruck mehr, wenn wir die zweite Lage einbringen, unten ist dann schon alles igazából ott már a beton nyomása nem érvényesül úgy, mint hogyha egy menetben szeretnénk kiönteni az egészet, ezért nem kell attól tartani, hogy azok az elemek aztán széjjel tudnának repedni. Das hat auch etwas mit dem Material Holzbeton zu tun, weil bei dem Material ist das eben so, dass das Wasser, welches zu überschüssig ist, sofort aus dem Beton in den Holzbeton drängt. Und dann eben der Beton zum Stillstand kommt und plastisch bleibt oder wird. Ugye itt az, hogy durizol az építőanyagunk, az megint csak egy fontos szerepet játszik, hiszen hogyha egy nedves betont használunk, egy nagyon folyós betont, akkor abból a víz abban a pillanatban, hogy bekerül a durizolelemekbe, a durizol ezt a vizet elszívja, felveszi, tehát annyi marad, amennyi kell ahhoz, hogy megbízhatóan lekössön a betonunk, és hamarabb áll elő egy olyan plasztikus állapot a betonnak, hogy utána töltetem rá a következő réteget.
Ja, dann sind wir halt oben angekommen, relativ schnell. In der Regel dauert das Betonieren ungefähr 2 Stunden für ja, das Objekt hier, wie es war, das auch etwa 2 Stunden gedauert. Das waren 2 Doppelhaushälften. Tehát ez egy ilyen ikerháznak a két fele, amit készült, és itt az 1 méteres szintet körülbelül 2 óra alatt lehet körbe kiönteni, és utána ugye megint lehet kezdeni előről a második 1 méteres szintet, és hát végül is eljutunk a falazat tetejéig. Ja, ja. So, dann gehen die Nebenarbeiten los. Man hat schon mal ein Höhenausgleichsbrett für die Decke. Ja, ezután jönnek a kiegészítő munkálatok, tehát itt azt lehet látni, hogy falegyent készítenek a födém fogadására. Für die Decke montiert, wird gerade abgezogen und ein anderer Bauherr zum Beispiel ist hier damit beschäftigt, die Maße zu kontrollieren. És amit ez a fiatalember csinál, az is egy fontos mozzanat, hiszen ő azt ellenőrzi, hogy valóban függőleges-e az a fal, és valóban egységben van az összes elem, mert ilyenkor a frissen öntött betonnál még van lehetőség a korrigálásra, ugye azért van ott a kezében a gumikalapács. Oh, jetzt ist das weg. Das gibt's nicht, das Bild ist da nicht. Ja gut, es gibt noch ein Bild mit einem dicken Hammer. Dann wird nochmal, wenn hier und da was nicht passt, sieht man da, ne? Dann kann man... Ugye a gumikalapács látszik, ja. Mert tehát azt nem mutatok itt külön képben, hogy megütögeti az elemeket, de az valóban egy kicsit helyre lehet igazítani ilyenkor. Okay, die Decken haben wir auch gekillt. Ja, Drempel, da haben wir ihn. Okay, ja gut, passiert eben. Da ist ja die Decke, ja okay. Ja, also okay, wir haben also noch die Decke drauf. Wir verwenden halt gerne Spannbeton oder überhaupt Fertigteildecken. Spart eben den ganzen Unterbau und wenn es ein Bauherr ist, der selbst noch nicht so viel mit Bauen zu tun hat, ist es halt keine Baufirma, ist vielleicht ein Privatmann, der sein Haus selbst baut und 50, 60, 70.000 Euro Eigenkapital einsparen möchte oder Eigenleistung erbringen möchte, dann tehát macht das Sinn. Amikor a fal tetejéig elértünk a betonozással, és ugye az megszilárdult, tehát terhordó, akkor következő lépés, hogy jön a födém. Azt mesélte Kirsten, hogy Németországban sokan is szívesen használják az előfeszített üreges födémelemeket, hiszen azzal lehet a legegyszerűbben és leggyorsabban egy födémet kialakítani, nem igényel semmifajta alátámasztást, és majdnem, hogy azt mondta, hogy még szakértelmet se nagyon, tehát ezt a félig meddig házi kivitelezésen is nyugodtan lehet használni. Der nächste Schwerpunkt, wo das Bauen mit Durisol, mit einem Verfüllstein, besondere Vorteile bietet gegenüber all den anderen roten, weißen, grauen Steinen, die es sonst so gibt, ist dann eben auch die Erstellung eines Kniestocks. A következő dolog, ahol a Durisolnak az előnyei megmutatkoznak, mondja Kirsten úr, az egy térfal kialakításánál érhető tetten. Wir haben dann die Möglichkeit, innerhalb des Schalungsteins Bewehrung einzulegen, schichtenweise. Hiszen ebbe a zsaluelemekből kialakított térfalba be tudunk tenni vasalatot erősítésként. Nach außen die Wärmedämmung, nach innen der Betonkern, das Betongitter. Kívül van a hőszigetelés, belül van a kibetonozott rész a vasalattal. Homogene Bauweise, Sie vergleichen das mal mit anderen Bauweisen, die Sie kennen, wie ein Kniestock gebaut wird. Und da haben Sie eine Mischbauweise. Teljesen homogén építési mód, ráadásul bármilyen más építőanyaggal összehasonlítva, hogy ugye szintén tért falakat építünk. Der Anschluss zum Beispiel für die Fußfette, wenn der gesetzt wird, der Zimmermann bohrt eben entsprechend rein. An der Stelle sollte der Betonkern 15 cm mindestens in der Breite haben. Tetőszerkezetnek a feltámasztása, annak a teherviselése is fontos, így aztán egy olyan teherviselő elemet kapunk, amire nyugodtan rá lehet tenni a födémnek a gerendázatát. Wir geben in der Regel vor, dass der Zimmermann die Dachschrägen dem Bauherrn vorgibt, indem das der Dachstuhl gesetzt wird, wenn die Mittelfetten da sind. És általában ugye az az eljárás Németországban, hogy maga az az ács vagy ács csapat, aki a tetőszerkezetet építi, ő határozhatja meg, hogy milyen legyen a pontos dőlés szöge ennek a födémnek, és akkor mindent ahhoz igazítanak. Die Giebelwände bleiben zu dem Zeitpunkt erst noch zurück.
Tehát ott még például az oromfalak nem készültek el, mert ugye azt majd hozzá kell ehhez a szöghöz igazítani. Und wenn die Sparren aufgestellt werden, dann erst wird danach, nach dem schrägen Verlauf des Sparrens, die Giebelwand vervollständigt. És így aztán, hogy az oromfalat majd ehhez a szöghöz igazítva rakják föl, miután a szerkezet már nagyjából elkészült. Dann eben auch mit Wärmedämmung nach oben, waagerecht oben auf der Wand, damit dort... A tetőszerkezet is lehet úgy építeni, hogy az egy akár kibetonozott elem, ami kívülről kap egy hőszigetelést, és hát ezt egy folyamatos zsaluzással és alátöltéssel meg lehet oldani, ami megint csak egy hőtároló szerkezetet ad. Damit durch die Dachhaut keine Kälte in den Betonkern eindringen kann. A külső hőszigetelés pedig ugye azért kell, hogy ne hűljön ki ez a födém szerkezet túl gyorsan. So. Für eine gute Gebäudehülle braucht man auch gute Fenster. Hát, ha van egy jó épületünk, akkor ahhoz épület szerkezetünk, ahhoz jó ablak is kell. Und diese Fenster werden im Durisol-Wandbereich nicht durchbohrt, also der Rahmen wird nicht durchbohrt. És ugye itt arra ügyelnek, hogy a durizol építkezések esetében ezeket a ablak vagy ajtó kereteket véletlenül sem fúrják át, tehát nem magát a keretet fúrják fel a falra. Die Montage erfolgt dann eben über sogenannte Mauerwerksanker. Ugye ez mindig ilyen fülekkel van rögzítve, ahol a fül van aztán a fal szerkezethez erősítve. Wir haben also den Vorteil, dass der Rahmen generell in der Wärmedämmung steht. Így elérhető az az előny, ami ugye mindenképpen követendő is, hogy a nyílászáró az a hőszigetelésnek a síkjába helyezkedjen el. Durch die Montage über die Maueranker und das spätere Ausschäumen des Rahmens gibt es dann also einen festen Verbund. Ugye, hát ilyen szerelési móddal, illetve utána a purhabbal való kifújással egy stabil szerkezetet tudunk elérni. Wir haben dann eine dauerhafte Verbindung zwischen den beiden Bauteilen. Tehát ez egy állandó kapcsolatot biztosít a falszerkezet és az ablakkeret között. Jetzt mal gucken, was kommt. Ah ja, gut. Hier haben wir einen Vergleich. Most jön egy kis összehasonlítás a különböző fal szerkezetekkel. Und ich weiß nicht, wie das hier ist, aber bei uns liest man immer, wir bauen massiv. Ugye nem tudja, hogy Magyarországon mi a kedvenc építési mód, Németországban az, hogy masszív építkezés az a jó. Jó. Ne? Wir bauen massiv und ich habe mal diese Massivhäuser verglichen, indem das selbst eins gezeichnet haben, also ein Haus für zwei oder zwei Bauherren nebeneinander im Praktischen an der Baustelle. Na, de akkor hasonlítsuk össze ezeket a masszív épületeket. Achso, ja, gerne. Ja, genau, so. Ne? Beide Häuser haben quasi einen U-Wert von 0,18. Tehát itt két ugyanolyan nagyságú épületről beszélünk, mind a két épületnél az U az 0,18-as értéket ad a falazat tekintetében. Es wird also als Niedrigenergiehaus beschrieben. Ugye ez egy alacsony energiaigényű háznak minősül. Und da ist mal interessant, was man drunter versteht unter Massivhaus. De ugye most kezdünk a részletekben annak, hogy mit is értünk az alatt, hogy masszív ház. Ich habe mich dann mal hingesetzt und habe einfach mal gerechnet. Szóval, hát nekiültem én saját magam, és elkezdtem számolni. Nämlich, was ist denn jetzt hier das Massivhaus? Ugye, hogy mennyire masszív ez a masszív ház. Ich bin dazu gekommen, dass das Haus, wie es eben abgebildet war, auf der einen Seite ein Wandaufbau hat, der 25.000 Kilo wiegt. Tehát az előbb bemutatott háznak a falszerkezeteit számolva, ugye kijön, hogy 25.000 kiló. Das hat dann einen U-Wert von diesen 0,18. 25 kilo per négyzetméter. Und das hat dann 250 Kilo auf einen Kubikmeter Mauerwerk.
Tehát 250 kiló per köbméteres falszerkezet rendelkezik ez az új egyenlő 0,18-as értékkel. Das lasse ich erstmal so stehen. Und egyelőre jetzt, ezt így állva hagyjuk. Und dann schaue ich mir, wie sieht das denn mit dem Durisol-Wandaufbau aus? Csak nézzük meg, hogy van ugyanennél a háznál, hogyha Durisol szerkezetből állítjuk össze. Und da merke ich dann nach dem Rechnen, dass das 87.000 Kilo sind. Das heißt, das ist das dreieinhalbfache. És hát azt látjuk, hogy a falazatnak a súlya az 3,5-szerese annak, mint ami az előbb a könnyű szerkezetes épületre kijött. Und beide sprechen von Massivhaus. Mind a kettőt Massivháznak hívják. Ja. Und beide haben U-Wert von 0,18. Da muss es einen Unterschied geben. Ugye a 0,18-as U-értéket azt garantálják. De hát akkor hol a különbség? Warum eigentlich 87.000 Kilo Material verbauen, wenn man das Ganze mit 25.000 Kilo haben kann? És miért kell akkor 87.000 kiló anyagot beépíteni, hogyha ezt 25.000 kilóval is meg lehet oldani? Ganz einfach. Ich kann das zwar nicht lesen, aber... A magyarázat az nagyon egyszerű. Ja. Föl is írtuk a szempontokat. Ja, gehe ich mal von aus, also das Leichtbau bedeutet im Prinzip, dass es gegenüber dem normalen Massivhaus, sage ich mal, weniger Schalldämmung hat. Ugye itt a könnyű szerkezetnél az egyik eltérés az, hogy itt a hanggátlás, az hangcsillapítás az kisebb, kevesebb. Weniger sommerlichen Wärmeschutz, das heißt, wenn es richtig warm wird, dann ugye ist a felmelegedés ellen, a nyári meleg ellen ezek a szerkezetek kevésbé védenek, tehát hogy kint fölmegy a hőmérséklet, akkor bizony bent is meleg lesz. Dann ist es vielleicht um 14 Uhr schon zu warm, um im Haus zu bleiben. És lehet, hogy akkor már délután kettőre olyan meleg van, hogy nem is akarnánk benn maradni a lakásban, hanem muszáj. Weniger Speichermasse bedeutet... Ugye kisebb tömeg, az egy rosszabb hőtehetetlenséget jelent, tehát hamarabb kiül vagy fölmelegszik egy könnyebb szerkezet. Bedeutet im Winter, die Wärme ist schneller draußen, wenn die Tür aufgeht. Ez télen is észlelhető, mert télen pedig azt mondjuk, hogy elég, hogyha kinyitom az ajtót, és már is kiül az egész szerkezet. Ja, und ganz klar, der eine hat ein Haus zum Vererben und der andere hat ein Haus zum Belasten. És amit náluk szoktak mondani, hogy igen, tehát az egyik ház az örökölhető, ráhagyható az örökösökre, a másik az pedig, hogy tovább lakhassanak benne, ahhoz hitelt kell fölvenni. Also mit Durisol ist ganz klar, baut man ein Haus nicht nur für sich, sondern auch für die nächste Generation. Hát kész teóra azt mondja, hogy a Durisol építőanyagból a házat az ember nem csak saját magának építi, hanem a következő generáció is használhatja. Gelegentlich kommt es einmal vor, dass ich angefragt werde, weil ein Haus saniert werden soll. Szóval néha előfordul az, hogy egy épület szanálása ügyében is megkeresik őt. Dann kommt die Frage, von wann ist denn das Haus? Akkor így felmerül az első kérdés, hogy mikor épült a ház? Meistens nennt man mir dann Ende 50. Általában 1950-es évek végén szokták 70. mondani, hogy 70-es évek elejéig tart ez a szanálandó épületeknek az építési éve. Oftmals sind das Gebäude, die sind verkleidet und beinhalten ein 25er Stein. És ugye ez gyakran olyan épületet jelent, ami hát különböző burkolatokat kapott, de alapvetően egy 25-ös falazó elemből áll. Dann stellt sich raus, das ist ja ein Durisolstein, weil Durisol hat es vor damaligen Zeiten auch schon mal in Deutschland gegeben. Néz, akkor látja, hogy hát nézd, már ez a 25-ös elem, ez Durisolból van. Ja. Die Gebäude werden also saniert von 1963, 60 und so weiter. Die Mieter sind zufrieden, wohnen gerne drin, haben geringe Heizkosten. Tehát ezeket az épületeket viszonylag utána könnyű rendbe tenni, szanálni, alkalmas lesz tenni a további lakásra. A bent élő emberek elégedettek a lakókomforttal, viszonylag alacsony a fűtési költsége is ezeknek az épületeknek. Und da fragen wir uns doch immer, wie kann das denn sein? Die haben einen grottenschlechten U-Wert. És hát mindig fölmerül a kérdés, hogy na jó, de hát a manasság oly fontos U-érték, az ott azoknál a házaknál hát sokkal rosszabb. Und es ist ganz klar, es liegt auch an der Speicherkapazität der Wand.
És hát ez világítja meg azt a kérdést, hogy nem csak az új érték meghatározó, hanem az is, hogy mekkora a falnak a hőtároló képessége. Wir haben hier zum Beispiel bei dem Durisolstein eine Wandmasse pro Quadratmeter, wenn der Stein verfüllt ist und verputzt ist, von 371 Kilogramm. Tehát, hogyha most egy Durisol falazó elemet nézünk, amit le van rajzolva, ja, akkor ott az abból készült fal négyzetméter súlya, miután már ki van betonozva és vakolva is van, akkor egy 371 kiló per négyzetméterre adódik. Und das ist Potenzial, das kann man nutzen. Zum Beispiel lehetőség, olyan potenciál, amit ki kell használni. Zum Beispiel zum Energieeinleiten. És ezt például arra is lehet használni, vagy úgy is lehet használni, hogy ebbe a rétegben hőt viszek be. So die ersten 10 Jahren vor 10 Jahren kamen die ersten Ideen dazu auf bei uns. Zum Beispiel so ein Ach so, ja klar. Geht nicht alleine, ne? Das musste meiner drücken. Also kam bei uns vor 10 Jahren der Gedanke. Tehát ott jobb oldalt látszik egy ilyen elvi vázlat, ami azt mutatja, hogy hát egy áramló fűtőközeg segítségével ezt a szerkezetet, ami jó hőtároló képességű, lehetne temperálni. Ez 10 évvel ezelőtti gondolat. In dem Betonkern sogenannte Restwärmeenergien, die ja Prinzip überall anfallen. És hát itt nem valami nagy hűtésre kell gondolni, hanem úgynevezett hulladékhővel lehetne ezeket a falszerkezeteket temperálni. Einfach mit in die Wand einfließen zu lassen, über ein Rohr. És hát hogyha ezt a hulladékhőt, ami keletkezik akár egy normál fűtőrendszer, akár egyéb módon, ha ezt egy csővezetékkel, akár vízrendszerrel bevezetem, akkor azt a fal szerkezetén tudom temperálni. Ja, bevor wir es gemacht haben, habe ich das aber alles nochmal technisch, theoretisch durchrechnen lassen. Mielőtt egy ilyen építkezésre belevágtunk, azt mondjam, készítőről, akkor megkértem a szakembereket, hogy ezt elméleti oldalról is számolják át, és nézzük meg, hogy mi várható. Und meine Aufgabe an den Bauphysiker war, an der Wand von innen hätte ich gerne 20 Grad Temperatur. Az épület fizikusnak azt a feltételt szabta, hogy legyen, azt szeretnénk, hogy a fal belső felületén 20 fok legyen a hőmérséklet. Außen haben wir minus 10 Grad. Akkor is, hogyha kint minus 10 fok van. Mennyit kell oda belevinni energiát? Welche Temperatur muss das Wasser haben, was wir jetzt durch die Leitung schieben? Mennyire meleg víz, tehát milyen hőfokon kell a vizet átküldenem ezen a rendszeren, hogy ezt elérjem. Wenn die Wand ein U-Wert hat von 0,25. Feltételezze, hogy a fal szerkezet egy 0,25-ös U-értékkel rendelkezik, ami semmi különös. Und das Ergebnis war tatsächlich nur 24 Grad. És az eredmény, ami kijött, az, hogy a fűtőközegnek csak 24 fokosnak kell lenni. Tehát éppen, hogy langyos víz. So, das System ist dann tatsächlich mal hier und da ansatzweise mit in die Gebäude mit aufgenommen worden, im Einzelbau von Privatleuten, Privatbauern. Aztán elkezdték ezt a gondolatot kivitelezni, megvalósítani, először csak magánépítkezéseken, családi házépítkezéseknél kezdték ezt a gyakorlatba átfordítani. No? Man hat also gelegentlich die ein oder andere Wand partiell mit aktiviert, Betonkern aktiviert, so genannt. Tehát ilyen módon aktiválták, úgymond, azt a betonmagot, ami a falakban benne van, és itt nem minden falról van szó, hanem csak olyan falakat, amik mondjuk hát éppen nem a nap felé néznek. Wir haben darauf geachtet, dass wir dort auch eine gewisse Entlüftung eingebaut haben, dass es nicht anfängt zu glucksen. Es gibt also auch generell Nachteile bei diesem System. És hát ugye egy ilyen vízzel működő temperálásnál arra is kell gondolni, hogy itten megfelelő légtelenítő és egyéb berendezését be kell telepíteni, nehogy ott a nagy bugyborékolást, vagy ilyesmit halljunk egyszer csak a falból. Es ist auch so, dass wenn eine Bauunternehmung ein Haus bauen soll mit so einer Betonkernaktivierung, dann ist sie überfordert. És a tapasztalat az, hogyha egy komoly kivitelező cég épít mondjuk egy lakóparkot, akkor általában ezt a megoldást nagyon nem szeretik, sőt nem is vállalkoznak arra, hogy ezt beépítsék,
hiszen ez egy macerás dolog, nem haladnak úgy a fal szerkezet építése, mint hogy erre nem kellene ügyelni. Ist also eher etwas für den interessierten Bauherrn. Tehát ez a megoldás inkább a hát saját maga jobban odafigyelő építetőre érvényes, aki súlyt helyez arra, hogy így épüljön a fal szerkezete. Ja. Vergrößert also die temperierte Fläche im Haus und senkt dadurch die Vorlauftemperatur der Heizung. És miután ugye ez a falaknak egyfajta temperálást biztosít, és ezáltal a lakótérnek is ad egy alap temperálást, ezért a fűtés költség ezzel, ami effektíve a légtérnek a fűtésére szolgál, az csökken. Da so eine Wand aber von einer Bauunternehmung von dem Ausführenden erwartet, dass er diese Wand quasi auch als Heizungsbauer baut, dann geht's nicht mehr, das funktioniert nicht mehr. Aus dem Grunde lassen wir dieses Thema dann doch lieber an der Seite. Und das végül is aztán az volt a tapasztalat, hogy jó, hát ez az érdekelt, úgymond barkácsoló típusú kivitelezőknél működik, de hogyha ezt akár egy fűtésszerelő cégre akarnák bízni, ők se szívesen vállalnak ilyet, és hát kerestek egy másik megoldást, hogy lehetne még azt a falat temperálni. Und die Technik geht weiter. Ugye a technika is halad. Ja, und wir haben da ein Systemwandel gefunden. Wir haben also... Változás történt akkor a rendszerben. Es ist sehr schön, die Betonkernwände zu aktivieren, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Es muss nicht unbedingt mit Wasser sein. Tehát alapvetően jó ötletnek tűnt továbbra is, hogy ezeket a falszerkezeteket önmagában temperáljuk, de ezt nem muszáj egy csőrendszerrel és melegvízzel megoldani. Wir haben eine Möglichkeit gefunden, die gesamte Heizungsanlage umzustellen. Also man braucht jetzt nicht unbedingt. Hát végül is találtak egy olyan megoldást, ami a teljes fűtési rendszerét az épületnek át tudja állítani. Ja. Wir haben zum Beispiel so ein Warmkabel, nenne ich es mal. Tehát van olyan fűtőkábel, elektromosan működő kábel, ami a fal szerkezetbe beépíthető. Das wird in die Wand eingebracht und dann haben wir Vorteile. Ez úgy működik, hogy a falba ilyen vérőcsöveket helyeznek el, és utána ebbe befűzik ezeket az elektromos fűtővezetéket, ami előnyöket biztosít. Wir haben also dann eine Grundlasttemperierung. Van egy 19 Grad, 20 Grad. Alaptemperálás, ez körülbelül egy olyan 19-20 fok körüli alaphőmérséklet biztosít a falban. Wo ich anfangs sagte, sie springt an, sie läuft an, wenn es kalt ist, kälter ist als 19 Grad. Ugye ez az elektromos rendszer minden további nélkül egy hőkapcsolóval működtethető, tehát amikor a fal 19 fok alá hűlne, akkor bekapcsol, és amikor eléri a 20 fokot, mondjuk, akkor kikapcsol. Sie gibt mehr Leistung ab, wenn es gefordert wird, weil es vielleicht minus 10 Grad sind. És hát miután ez egy elektromos rendszer, ez önmagától, amikor extrém hidegek vannak, akkor nagyobb teljesítmény leadására is képes. Die anderen Vorteile sind die, dass wir eben kein Gasanschluss brauchen. Hát ugye nagy előny az, hogy egyébként igazából nem kell semmi más fűtőrendszerrel összekapcsolni ezt a dolgot, nem kell a Gasboilerre kötni, vagy semmi másra. Wir haben dann zwei Schritte bei der Montage. Erst einmal wird nur ein Rohr eingesetzt. A szerelése egyszerű, két lépésből áll. Első lépésben egy védőcső kerül elhelyezésre a falba. Und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Gebäudehülle geschlossen ist und der Elektriker am Baukörper arbeitet, dann wird die Installation der Rohre, der Heizleitungen vorgenommen. És amikor a ház már elkészül olyan szinten, hogy zárható a tér, akkor, amikor a villanyszerelési munkák folynak, akkor azzal párhuzamosan kerülnek ezek a fűzőszálak is beépítésre. Es gibt dann einen wartungsfreien Betrieb. Ez egy teljesen karbantartásmentesen üzemeltethető rendszer. Niemand muss vorbeikommen, eine Heizung zu warten. Tehát itt nem kell senkit sem megkérni, hogy szezon előtt nézze már át a fűtést, hogy minden rendben van-e. Es wird auch keine Rechnung geschrieben. És számlát se kapunk erről így. Ja. Nebenkostenfrei halt. Tehát nincsenek semmi járulékos költségei. Sie können eigenen Strom verbrauchen vom Dach.
Arra is van természetesen lehetőség, hogy ennek az áramellátását a tetőre szerelt napelemekkel biztosítsuk. Und das Kabel ist ausgelegt erstmal auf 15 Watt pro Meter. Ennek a kábelnek a teljesítmény az méterenként 15 wattos fogyasztást jelent. Dann kann es 65 Grad warm werden. De viszont ez akár 65 fokos hőmérséklet is elérhet, ha a teljes teljesítményt használom. Aber das wollen wir nicht. Tehát erre nincs semmi szükségünk. Des Weiteren im Vergleich, es gibt keinen Vorlauf und keinen Rücklauf. Überall ist auf Knopfdruck. A vízhez képest ez egyszerű, mert nem kell, nincs bevezetés, nincs elvezetése a közegnek, hanem hát egyszerűen az elektromos áram teszi a dolgát. Die Temperatur sofort da, was man braucht. Az a hőmérséklet, amit beállítottunk, az azonnal előáll. Ja. Natürlich lässt sich das Kabel auch mal zusätzlich noch im Bodenbereich einbauen, im Estrich, zusätzlich in bestimmten Bauteilen oder vielleicht auch nur in partiellen Teilen, auch nur als Zusatzheizung eventuell. Man hat schon ein Durisolhaus und baut vielleicht nachträglich hier und da nochmal ein Kabel ein. Kabel természetesen nem csak a fal temperálását használni, hanem aki úgy gondolja, az egy padlófűtést is meg tud ezzel valósítani, vagy akár csak kiegészítő fűtést olyan részeiben a lakásnak, ahol plusz melegre gondolja, szüksége van. Hier auf dem Bild sehen Sie nochmal das Schema, was die erste Bauphase quasi ist, während des Rohbaus. Es wird dieses Alu-Verbundrohr eingestellt, festgesetzt, unten wie oben. Most az előző ábrához képest, hogy itt a különbség az, hogy ott vízintesen mentek a csővezetékek a vizes melegítésnél, itt viszont csak függőlegesen megy, tehát bizonyos közönként van egy függőleges cső, és ebbe kerül utólag bele az a bizonyos fűtőszál. Fűtőszálak alul vannak aztán kivezetve, és ott történik az elektromos hálózatra való rácsatlakoztatás. Sie sehen hier also unten das Rohr, wie es erstmal rausguckt, und oben auch. Ott lehet látni ugye a bal oldalon, hogy lent kikandikálnak ezek a csővégek, ide kell majd befűzni a fűtőszálat. A másik oldalon, ott azt látjuk, hogy fönt kandikálnak ki a csővégek, ott is csak az egyik oldalának kell szabadnak lenni, azt általában vizes helységben használják. Badezimmer und Feuchträume generell werden die... Fűtőszoba meg egyéb vizes helységben így javasolt beépíteni. Werden die Rohre dann von oben nach unten geführt? Ist der Auslass quasi oben, unter der Decke, wenn die abgehangen wird, macht man in der Regel im Badezimmer. Általában aztán az egész eltüntethető, úgyhogy vagy ráépítenek egy dobozt végig a vezetékek mellett, vagy egyszerűen egy befüggesztett kiegészítő födém eltüntetik el. Ja, és dann, hát, ha lent van a kivezetés, akkor pedig egy ilyen lábazati elem mögött megy az egész rendszer. Zu einem späteren Zeitpunkt kommt der Elektriker und schließt das System an und nimmt das auch ab. Aztán a villanyszerelési munkálatokkal együtt jön a villanyszerelő és beköti ezt az egész rendszert, és hát nyilván akkor ő tanúsítja is, hogy ez szabványosan van megoldva. Ja. Also fassen wir kurz zusammen. Wir haben eine Heizungsanlage, die eigentlich keine richtige Heizungsanlage ist. Tehát, hogyha röviden össze akarnánk foglalni ezt a gondolatmenetet, akkor itt egy olyan fűtésről beszélünk, ami igazából nem is egy rendes fűtés. Weil nur geheizt, nur temperiert wird und nicht geheizt wird. Nem fűtünk, csak temperálunk, csak egy bizonyos alaphőt biztosítunk. Der Beton nimmt die Wärme aus dem Heizrohr an, überträgt es von einem zum anderen Kammer, soweit. A beton az nagyon jól vezeti ugye a hőt, tehát amit a fűtőszálakat biztosítanak, azt a beton felveszi, sőt továbbítja a következő fűtőszálig akár a bevitt hőenergiát. Ist die Wärme da, nimmt das Warmkabel seine eigene Temperatur wieder zurück und jetzt kommt die Energie aus dem Betonkern in die Wand. Azt az előre beállított értéket eléri a falnak a temperálása, akkor utána az elektromos rendszer önműködően lekapcsolódik, és onnantól kezdve élvezhetjük azt, hogy a fal rendszer immár a bevitt hőenergiát visszaadja a lakótérnek. Positiver Nebeneffekt des Ganzen ist dann aber auch noch ein verbesserter Lambda-Wert des
Holzbetons. Ennek egy pozitív mellékhatását is észrevették, hogy tudnélik az ilyen fűtések esetében a fabeton héjazatok lambda értéke javul. Die Wärme kommt quasi dann aus der Wand in den Raum. Und die Feuchtigkeit a falból auch. Jobban át tud menni a hőenergia a lakótérbe. Also Feuchte eventuell, die sich in Wänden auffällt, wird durch dieses Heizsystem ebenfalls aus der Wand herausgetrieben. Ennek a magyarázata az, hogy a temperált falból könnyebben eltávozik az a esetleges nedvesség pára, ami egyébként a falba megvan, benne van, és miután szárazabb, ezért a lambda értéke jobb. Je nachdem, wie das Gebäude steht und je nachdem, wie Most, es... Az általában nem szükséges az egész épületbe egy ilyen temperálást alkalmazni. Lehet természetesen, de célszerű ott, ahol a napjárása ugye nem melegíti egyáltalán a külső falakat az épületben. Ja. Haben wir dann eben mehrere Temperaturen vielleicht im Gebäude? Einmal zur Sonnenseite haben wir Sonnenerträge durch die Scheiben, aber im Norden zum Beispiel haben wir nichts dergleichen. Ugye a falak különböző hőmérsékletűek általában, ahol ugye a nap éri, ott nyilván egy melegebb a fal felett önmagában, és hát mondjuk az északi oldalon, ahol ráadásul még ablak sincs, tehát ott valószínűleg hidegebb lesz a fal szerkezet. Auch da würde es sich anbieten, das System, wenn nicht im vollständigen, dann vielleicht im Teilsystem mit aufzunehmen, einige von den Heizkabeln mit in die Wand einzusetzen und dadurch die Wand in dem Bereich, wo nie eine Sonne hinkommt, wirklich trocken zu halten. És hát ugye igazából a gazdaságosság érdekében ott célszerű alkalmazni a fűtési, temperálási rendszereket, ahol a fal egyébként kívülről nem kap a naptól sem energiát, és ahol egyébként a napsütés meg úgyis melegíti a fal szerkezetet, ott valószínűleg nem szükséges ezt beépíteni. Ja, noch nicht, Moment, ich habe noch was. Wer in Deutschland so baut, so ein Haus in der Form, kann zum Beispiel ein Zweifamilienhaus 33.000 Euro Zuschüsse erhalten. Németországban, ezt csak úgy megemlítenék, Hirste úr, ugye támogatási ára az energiatakarékos megoldásokért, és egy ilyen faltemperált épület, ami egyébként is jó hőszigeteléssel rendelkezik, turizóból készült, az akár egy két családos épületnél 33.000 eurós állami támogatást is nyerhet. Normalerweise ist das immer ein Kostenzuschuss, weil die Heizungsanlagen für solche Häuser wie KfW 40 plus, heißt dann so dieser Gesetzestext, normalerweise sind die Heizungsanlagen für solche Häuser teurer. Aber hier sind wir in dem Bereich, dass... Nyilvánvalóan az összeg ez csak egy bizonyos költségkiegészítés, hiszen az egész építés, meg akár azon belül a ház fűtésének a kiépítése is többe kerül ennél az összegnél Németországban, de azért ez nem egy elhanyagolható tétel. Ja, ich bedanke mich, hat mir Freude gemacht. Kirsten úr, nagyon köszönöm az eddigi figyelmet, örült, hogy itt lehetett. Und wünsche Ihnen alles Gute. Legjobbakat kívánja Önöknek továbbra is.